Na, ma szerintem csilisbogot fogok csinálni. Csak össze kell szedjem a cuccokat hozzá. Ami első, az egy fazék lesz. Csak keresek egy jó nagy fazekat, amiben... És nagyon erősen gondolkozom, hogy ez legyen-e az. Hogyha ki tudom emelni a másikat. Vagy ez. Mind a kettő. Nem tudom igazság szerint melyik, de szerintem ez a nagyobbik lesz az. Oda is rakom a helyére. És meg lesz csinálva. Csak ez való ehhez. Jó, oké. Na. Megmutatom, hogy vágom föl én a hagymát, mert nem mindenki szokta így csinálni, ahogy én, de megmutatom én, hogy csinálom. Először is a felénél elvágom. Így a felénél. Úgy, hogy a gyökerét ezt félbe vágjam. Elvágom, persze jó éles késsel. Akkor megvannak ezek a héjak. A héjat nagyon-nagyon nehéz leszedni, de általában, hogyha így félbe vágom, utána sokkal-sokkal könnyebb leszedni. Látjátok? Sokkal-sokkal könnyebb leszedni az egészet, és elvileg le is jött. Ugyanúgy mind a kettőnek kidobom a héját, és szerintem jó sok hagymát fogok berakni. Nem az íze miatt, mert általában íz nagyon sok íz szokott adni a hagyma, de ettől sokkal gazdagabb is lesz a főzt, hogy így mondjam. Főzt. Levágom. Na és a következő, hogyha meg vagyunk ezekkel, akkor annyit kell csinálni, hogy csak belevágni ilyen kis csikokat a tetejébe, mert én ezt így mondhatni, így tanultam. Így csak belevágni ilyen kis csikokat. Mindjárt megmutatom, mire gondolok. Na, meg is mutatom, mire. Ilyen csikokra gondolok, így belevágni. Átrakom, így ilyen csíkokat belevágni. Így nem kell megvágni a hagymát, főleg azért, mert amúgy is már ezek a héjak, hogy mi ezek a, hogy mondta, srek, ezek a, na mindegy, ezek amúgy is már meg vannak vágva. Szóval vágását, ami nagyon egyszerű, szóval csak elkezdem vágni, odafigyelve persze az ujjakra. Fölveszem még egyszer, mert a telefonom hülyét játszott. Na mindegy, a lényeg, hogy a most föl kell melegíteni. Jó forró vízbe rakom, és így fog fölmelegedni. Lehetőleg gyorsabban, mint mikróban csinálnám. Addig persze vágkat lerakom, pirítom. Csak először a hús, az a fontosabb, mert hogyha nincs hús, nincs kaja. Na, megvan a hagyma. Jó, sok hagyma. Attól csak jó lesz. Megvan a hús, nem is olyan jó gyorsan. Ami még kell csinálnunk, az a fűszer. Tudom, hogy ez egy mixer pohár, és ebbe alkoholt kéne mixelni, de erre is tökre jó. Ugyanúgy működik. Van benne ez a cucc. Mindegy, ebbe is be kell adjuk a fűszereket, amit én adok hozzá. Paprika, némi vegeta, mindegyikházi, só, bors, meg a papír, na igen, a magok. Beleadjuk a fűszereket, összerázzuk. És utána annyi lesz. Mármint a... Na, na, értitek. Na, és akkor, hogyha megvan, gyors összerázzuk, hogy ne kelljen ott a valamibe. Mit tudjam én. Sokkal jobban összeérnek az ízek. És utána óvatosan kinyitni. Nekem az előbb fölrobbant. Szóval óvatosan kinyitni. Mivel ez ilyen két cuccu, ezért tetejét ne kell szedni azt a rohadt életbe. Na, ez tényleg nem erre való. De nagyon jól működik, szóval arra, amire nekem kell, arra működik. Por lesz. Ilyen. Menő por.
és ezt a húshoz adjuk. Majd mutatom. Bocsi, csak leáll mindig ez a rohadt sztori, mert itt nincs tér, vagy valami. Szóval így meg kell csinálni a hagymát. Ez a lényeg. Üvegesre kell sütni, és utána mehet a hús. És ennyi lesz az egész. Rövid sztorikat csinálok meg, akkor elvileg ez, ettől még nem fagy le. Ide rakom, mert akkor talán még jobban olvasható. Olyan tippeket szoktam még adni, hogy belerakok sót ilyenkor, mert akkor kiszívja a só a nedvet a hagymából, meg néha még rárakom a fedelét is, hogy legyen gőzben, és akkor még jobban meg lehet sütni. De azt most nem csinálom, mert különben oda fog égni. Na, amit még tudok ajánlani ilyenkor, az az, hogyha ez el fog dőlni itt nekem lassan, azt tudom ajánlani, még ezt a hagymát csinálni kell. Ami fontos, amikor beleadjuk a húst, akkor nagyon kell kavarni, mert akkor port is beleadjuk, és az oda tud égni, és akkor keserű lesz. Szóval föl kell készíteni a löttyöt, amit belerakunk mellé. A lötty nálam paradicsomlé és víz keveréke lesz. Azzal fogjuk eloltani az egészet, és az odaégett dolgokat az aljára fölkaparni. Ilyen egyszerű. De nem sokat adjunk bele, mert utána még rögtön bele kell adni a... mi ez? Pirosbab, nem így hívják, vörösbabot, meg kukoricát. Na akkor nem csapódik ki a csöppök, meg ilyesmi, szóval nincsen tócsa. Ez a tippem, szóval fölkészíteni a vizet. Hihetetlen módon sohasem működnek a sztorik. Nem tudom, ez internet hibás vagy telefon hibás, de picit már nagyon zavar. Eddig már szerintem négyszer vettem utoljára. Szóval, amit mond, a kukoricából néha szoktam kiönteni a levet, mert annak édeskés leve van, a vörösbabból meg szinte, hogy mindig, és nagyon jól áll. Nagyon-nagyon jól áll. Ennyi. Rövid sztorikat csinálok. Mikor a húst beleadjuk, mindent a legalacsonyabbra kell állítani, mert a hús nagyon könnyen oda fog kapni. De ez már nagyon jól néz ki, szerint picit még meg is ütöttem. Ott van a készen, most fogjuk beleadni a húst. Beleadjuk. Ne szóljatok bele, hogy belement a húslétje. Annak az jó úgy, de kell bele, hogy menjen valami legalább. És akkor ezt most jó rendesen el kell keverni. Következő tippem, hogy nyugodtan hagyjátok oda égetni a húst. Mert ha nem égetitek oda, akkor szürkés lesz, mint itt. Szóval, tipp az, hogy hagyjátok oda égetni, és attól lesz grilles. Már hogyha valaki ezt így szereti. Na. Amit ilyenkor szoktam csinálni, az, hogy szétszedem, hogy vannak-e benne még nyers darabok. Szétszedem, és akkor ezek a nyers darabok. Ezeket kiürítettem, úgy szoktam csinálni, egy picit benyomom. És akkor ki tudom engedni az egészet, és utána ugyanúgy csak ki kell szedjem az egészet, csak most szét fog esni. Ennyire egyszerű. És akkor ezek megvannak, ez föl van mondhatni készítve, és ezt várom megint, hogy megégjen. Ilyen darabot keresünk, amik rendesen megégtek, csak azokat már lehet megint lenyomtom az aljára. Na most adjuk hozzá a port. Amit kell csinálnunk, levesszük megint a port mindent, nehogy odaégjen. Mindent a szintéről leveszünk, de miért ne, és akkor hozzáadjuk egyszerűen csak a port. Ne, minket ne foglalkoztasson az, hogy az aljához odaéget, az majd följön, mikor beleadjuk a szószt. Itt van a megkevert porunk, és szépen ott belerakjuk. Ha egyszerre nem merjük, nyugodtan keverjük egyszer meg. Időnk az van, mint annyi. Jól keverjük el benne, nem muszáj sokáig, csak az a lényeg, hogy megfogja mindenhol a húst. Így nézünk most ki, és most fogjuk beleadni a tomátót. Előtte felrázom, na sűrűjek el nekem belőle. Az az, ami fontos, hogyha van benne ilyen odaégett rész az alján, ezt is fel lehet már kaparni, de beleadjuk a löttyöt, és utána jobb, sokkal jobb lesz. Egy tippet adok itt, ne így kezdjük el önteni. Mindjárt mutatom, ne így kezdjük el önteni, hanem pont fejjel lefelé, mert akkor nem fog lökdösödni. És egyszerűen csak folyik.
így. És folyik. Ilyen egyszerű. Beleadok annyit, hogy fel lehessen kaparni az alját. Ez, ami most benne van. Ja, ide rakom vissza. Picit közelebb, és akkor lehet látni. Az aljára belerakom a paradicsomlevet. És fölkeverem az alját. A picivel sok, kevés van benne. Adok bele többet. Fölkavarom vele az alját. Még mindig alacsony hőfokozaton. Azért alacsony a hőfokozat, mert itt több időnk van bármit csinálni igazság szerint. És itt most ez a lényeg. Szóval csak föl kell kavarni az alját, ott van a legtöbb íz, ezért kavarjuk föl az alját. Ilyen egyszerű. Na és ha elértünk idáig, hogy mindent, szó szerint értem, hogy mindent föl tudtunk kaparni az aljáról, akkor jön az, mikor ezeket beleadhatjuk. Ilyenkor már leszedhetjük a tetejéről az összesnek. Úgyse látjátok, hogy azt most csinálom. Azért nincs benne most nöty, mert hogyha ezt beleadom, akkor ne legyen visszaverődés, vagy valami ilyesmi. És ezt szépen egymás után belerakom. Főleg azért ilyenkor rakom bele, mert hogyha látom, hogy minden benne van, tudom mennyi vízzel kell felöntsem utána, vagy még paradicsomlével. És akkor nem lesz leveses. Ilyen egyszerű. Na, ilyenkor tudjuk eldönteni, hogy mennyire legyen sűrű. Én beleöntöttem az összes paradicsomli volt, ez egy literes, azt hiszem. Beleöntöttem ehhez amúgy elmondom a izékat, ez 900 g marhahús, 3 konzerv, kukorica, 3 konzerv. Bab, ami darabja 2,85. Meg 240, vagy hol van, vagy 400, vagy mit tudom én, na mindegy. És 1 liter valami, meg nagyon sok fűsz. És akkor itt tudom eldönteni, mennyire legyen leveses. Én nem szeretem nagyon levesesen, de azt sem szeretem, hogyha főzelék. Na és mutatom, miért volt fontos. Mivel nekem ez mindig túl főzelékes, ezért felhasználom ezt. Ennek van az alján. Ezek a cuccok, amiket ki lehet kapni. Akkor még ki tudunk nyerni belőle pici paradicsomlevet. De annyit meg tudom csinálni, hogy ebbe töltöm a vizet is, akkor még több paradicsomlevet tudunk kiszedni belőle. Leöntöttem magam vízzel. Picit megrázom. És akkor még ki tudok önteni belőle X mennyiségű paradicsomlevet, ami benne van, ez a 0,02%, vagy mit tudom én. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. Amit mások szoktak, hogy a sarkát levágják. Hát vágják! Szóval elérkeztünk a végén, ahol ilyennek kell lennie, ilyen leves állagú, nem leves, de inkább ilyen nem is főzelék állagú valamihez. Jön a legnehezebb része, mikor várni kell. Mármint főnie kell, ennek kell aludnia ennek a főzeléknek, vagy csilisbabnak, vagy mit tudom én. Akkor lesz a legjobb, mikor készen lesz, eszünk egy tányért belőle, berakjuk a hűtőbe, ott áll egy napig, újra melegítjük a hűtőből, és akkor perfekt, akkor lesz a legjobb. Szóval mindenkinek jó étvágyat!